most az utolsó helyezett csapattal fogunk ma játszani. Ez nem rangadónak számít, viszont ugyanolyan fontos ez a három pont is, úgyhogy inkább ezt kell súlykolni a srácokba, hogy ezért a meccsért is három pontot adnak, és ugyanúgy mentálisan erősnek kell lennünk, és koncentráltnak kell lennünk ahhoz, hogy behúzzuk ezt a mai meccset. Mentális állapotunk sem túl jó, hiszen sok vereségünk van egymás után, ebből az állapotból próbálunk kijönni és építkezni. Hát szeretnénk, hogyha ma is tudnánk a játékba pozitív dolgokat mutatni. Az MFA-t nem szabad lebecsülni, mert fiatal csapat, de hajtanak, güriznek, és mi is így álltunk bele, hogy nem fogjuk őket lebecsülni, rugunk amennyit tudunk, aztán meglátjuk, mi lesz a vége. Nagyon ámoskásan kezdtük a mérkőzést, Berettyó sokkal dinamikusabbak voltak, nem tudtuk felvenni velük a versenyt. Adtunk nekik az elején kettő olyan gólt, ami itt NB1-be egyáltalán nem megy el, ott szerintem már csak futottunk az eredmény után, már mennyire futottunk, mert hát egy helyben álltunk végig, szóval szinte semmi nem jött össze abból, amit elterveztünk. Nem az MFA elképzelései szerint alakult a dobogós Berettyói falu elleni mérkőzés, hiszen az idényben először duplázó Rafinha révén már a harmadik percben 2-0-ra vezettek a piros mezesek, akik ezt követően tovább növelték a különbséget. A mezei Willben 6. gólját szerző Nagy Kevin után az a Nagy Dániel következett a sorban, aki a két csapat budapesti mérkőzésén is betalált. Rengeteg alapemberünk hiányzott, aki játszott, azoknak is körülbelül a fele sérüléssel bajlódott, összeszorított foggal játszott. Végén már azt sem tudtam, hogy ki tudok becserélni, épp hogy volt 5 egészséges játékosunk. Van, akit még el kellett kérni az iskolából, valaki reggel óta dolgozik. Ennek ellenére próbálják tenni a dolgukat. Féltávnál 6-0-ra vezettek a hajdúságiak, akik közül az első félidő végén Rábri János és az élvonalban először eredményes Erdei Kristóf talált még be. Koncentráltak voltunk, jól álltunk bele ebbe a meccsbe is, hál' Istennek. Az elején a helyzeteinket tudtuk értékesíteni, amitől az ellenfél talán kicsit hitehagyottá vált, és ennek lett köszönhető ez a nagy arányú győzelem. Örülök neki, hogy nem kaptunk gólt, és örülök annak is, hogy nagyon sok fiatal, nagyon sok játékpercet tudott eltölteni a pályán. A térfélcsere után a házi gólkirály Iszák Dominik duplájával alakult ki a 8-0-ás végeredmény. Sikerével a Berettyóifalu felépett a dobogó második fokára.